Most szögezzük le, hogy most vettünk innivalót, nem is ezt, tehát hogy vettünk innivalót, ahogy mondtuk, és szögezzük le, nem vagyok egy nagy Starbucks, most ott álltunk a Sainsbury's-ben ilyen káfélátét, láttam már hasonlót, ilyen kis dobozósat, mint amit a nyonyó is vett, de ami nekem a plánem az egészben, fog meg, légy szíves? Az egy hogyan, hogy van egy lyuk, kaptam hozzá egy szívószálat, na, van egy kis lyuk, erre fogom, és mit látok? Teleszkópos a szívószál, lehet, hogy csak nekem új. De szerintem ez egy zseniális találmány. Teleszkópos műanyag színoszál a Starbucks-os kávéhoz. Ez meg egy sima kafé lett, egy fontért. Na, megyünk az optikus optikushoz. Bejöttünk a világ tetejére, ez itt a Camera Obscura-nak a teteje, ahogy mondtam. Innen ezzel zárjuk a mai napot programban. Rengeteg az érdekesség ennek az egésznek, hogy följünk a tetejére, itt indul az egész, és vannak különböző távcsövek, nem tudom mennyire fog látszani, de bele lehet látni, és talán nem, akkor nem, de nagyon messzire lehet látni, különböző féle fajta gépek vannak. És elég jó messzire elvisz mindegyik. Nem tudom, hogy látszik-e valami, valószínűleg semmi. De itt van ilyen célzóka is. Kaptunk egy ilyen papírt. 8:15-kor kezdődik a rooftop teraszon, azaz itt egy ilyen videótúra, vagy valami ilyesmi, tehát valami előadás lesz. Ezzel kezdünk, és utána este 10-ig lesz még igazából időnk arra, hogy csináljunk felvételeket is, illetve hogy megtaláljunk minden földi jót, amit elraktároztak nekünk. Itt van egy kis bástyaszerűség, de feljövök. Egy jó kis skót zászlóval. És hát mivel én tiriszonyos vagyok, ezért csak remegve próbálok kinézni. Akár erre is, minden fele egész kilátás van. Ha tehetitek egy mód van rá, gyertek el, nézzétek meg ezt is. Nagyon sok látnivaló van, majd mutatjuk a videókat is. Remélem, hogy sok videót tudunk csinálni itt fenn. Amit tudok mondani nektek, hogy 15 font per kop a jegy. Tehát nekünk kettőnknek 30 font volt. Még nem tudjuk, hogy megérte, remélem, hogy látványos lesz. Ott van ez a szép hegység is arra hátul távolban, ahova szeretnék majd felmenni, de hát ez megint időkérdése. Én remélem, hogy feljutunk majd. Jó, hát egyelőre ennyi, ezt nem, ugye meglátjuk, hogy mi következik. Megvolt a Camera Obscura-s látványosság. Igazából egy hatalmas távcső volt, vagy mi, amiben be lehetett látni az egész várost, de nagyon sötét volt már a naplemente miatt. Most pedig bejöttünk egy ilyen Magic World-be, vagy mi ez? Magic Gallery. És tele van ilyen tök menő zúcokkal. Nézd csak, plazd magam.
egy nagyon jó kis... hogy mutassam meg nektek? Igazából egy mikroszkóp, ugye? Digitális mikroszkóp. És ha ne csak egyezik, de a hagyományos dolgokat nézzük, arra gondolom, hogy rávisszük a szőrőmre. Figyeljétek! You should shave. I think, but it's not too long, so strange. Most pedig bevegyünk egy csodálatos helyre. Mert nem tudják, hogy itt át lehet menni. Magunkat itt látjuk, ez egy király, de ha megfordulunk, akkor nem. Akkor csak rengeteg csillagot látunk mindenért. Benne az univerzumban. Bizony. Úristen! Na ne! Ajaj! Mi a franc? Úristen! Szétment az agyam! Úristen! Úristen! Ez beszarás! Szétment az agyam! Szóval, összegezve, fizettünk 215 fontot erre a kamerófúrás és gazdok illusionszös kiállításra. Az volt 30 font kettőben, ugye? Szerinted megérte? Na már, nem beszélek. Jó.
ötszintes létesítményről van szó, a videók alapján láthatok, hogy milyen volt, szerintem zseniális. Két óra meg lehet járni az egészet, és azt mondták nekünk, hogy amit az elején láttunk, Camera Obscura, ami a legtetején van, ott fenn egyébként, az mivel sötét volt már, ilyen fél sötétben néztük, elég sötét volt a teremben is, hogyha szeretnénk, mivel később kezdtünk, garantálják azt, hogy ha visszajövünk reggel, akkor megnézhetjük még egyszer egy rövid idő intervallumon belül. Voltunk a tükörszobában, mindenhol láttátok. Én szerintem 30 fontért két főre ez nem rossz. Mennyi lenne az átlátban? 4, 6, 5, 10.000 forintból megfordultunk, két órás látványosság. Gyerekeknek pedig főleg hatalmas kikapcsolás. Nem néztük a gyerekegyeket. Az a helyzet van, hogy nézzük itt nagyba a tájért, lejöttünk a vártól. Egész szép innen minden, most már annyi minden nem láttok, de ott van az a templom maradvány is, meg az óriás kerék. És nagyba itt kocsingatunk lefelé, az észrevettük, hogy itt van egy önjáró fűnyíró. Ezt azt hittik, hogy elakad, de itt van a dokkolója is. Ez nyire itt a füvet, gondolom mindig magától, mert ugye miért nem.